December 4-én, hétfőn a Bárdos Lajos Általános Iskola adott otthont a járási angol nyelvű vers, próza és mesemondó versenynek. Régóta szervezik a megmérettetést, mely még mindig népszerű. Jónás Endréné szervezőt arról kérdeztük, milyen múltú a verseny és hány éve rendezik. 20 évvel ezelőtt kezdődött a története. Amikor is pályakezdőnként úgy gondoltam, hogy nincsen ilyen fajta verseny ebben a városban, és nekiálltunk megszervezni, nagyon nagy népszerűségnek örvendett már akkor is, a kezdetekkor. Nem csak a városból, hanem a környező településekről is jöttek már akkor is versenyezni, és szerencsére mind a mai napig nagyon népszerű ez a megmérettetés a gyermekek számára. Akkor hány iskolából és közel hány tanuló kezdte meg ma a versenyzést? A mai napon 5 iskolából érkeztek versenyzőnk, közel 50 versenyző mondja el a kis műsorát a mai napon, viszont korábbi években már tankerületi lett ez a versenyünk, tehát jöttek Nagyhegyesről, Nádudvarról, Ebesről, illetve a kezdetekben még Hajdúszavától is érkeztek gyermekek. Hogyan zajlik a zsűrizés? Hogy vannak szétbontva a korosztályok és a kategóriák, illetve kik alkotják a zsűrit? A gyerekeket két korcsoportban és két kategóriában díjazzuk, és még hozzájön az is, hogy a gyerekeket még úgy is úgymond minősítjük, hogy milyen iskolarendszerben tanulnak, tehát aki két tannyelvű iskolában jön, őket külön értékeljük azoktól, akik csak heti 2-3 órában tanulják a nyelvet. A zsűrizés pedig úgy zajlik nálunk, hogy minden iskolából egy-egy szakos tanár vagy tanítónő ül be a zsűribe, és értékelik a gyermekeket, nyilván ezáltal nagy az egyetértés, tehát nem lesz részlehajlás. Ott jártunkkor épp a zsűrizésre várt a 3.-4. osztályos korosztály, közben beszélgettünk a gyerekekkel. Mivel készültél erre az angol versenyre? Két versen, az egyik egy szabadon választott, a One Two, és a másik egy kötelező versen, aminek a címe a I Had a Little Hen. Hány éve tanulsz angolt, és hogy boldogulsz vele? Mennyire szereted? Szeretem nagyon, és most 4. kezdtem el tanulni. Mi az, ami a legjobb benne szerinted? Mit tanultatok már eddig? Hát a számokat, a színeket, a számokat csak 12-ig, de ez 20-ig volt, és a színeket, hogy a kérdéseket, hogy hívnak, meg hogy mi ez, meg hogy ki ő, és erre a válaszokat. Mennyire volt így könnyű vagy nehéz megérteni, hogy miről szólt a vers? Lefordítottátok, elemezgettétek, mielőtt készültél a versenyre? Igen, angol órán is Anett néni elmondja angolul a feladatot, és utána elmondja magyarul is, hogy értsük. A fiúk, bár nem egy iskolába járnak, jó barátok, együtt akartak kamera elé állni. Mivel készültetek ide a vers és prózamondó versenyre? A kötelező vers az a I Had a Little Hen volt, én nekem a szabadon választható versem az a I Had vagy a Little Turtle volt. Mesélj nekem arra, hogy hány éve tanulsz angolt, hogy boldogulsz és mennyire szereted? Én az angolt körülbelül egy olyan 5-5 és fél éve tanulom. Szeretem az angolt, az osztályunkból én vagyok a legjobb, csak van egy úgymondott ellenfelem, mert az osztályból ő is nagyon jó, csak neki nem volt ideje felkészülni. Uh-huh. És maga az angol nyelv, az mennyire nehéz szerinted? Szerintem könnyű, csak az ilyen ismeretlen szavak nehezek. Levi, mesélj nekünk, te mivel készültél, a saját szöveged mi volt? A Ellie Telefoni nevű vers. Te mit szólsz az angolhoz? Hány évet tanulod a suliban? Már elsőben kezdtem, sőt még oviban is már jártam. És szeretem. Jó. Ismeretlen szavakat hogy szoktál tanulni, mikor kaptok egy adagot következő órára? Hát apának a munkájához kell az angol, és apával szoktam tanulni, és ő szokott segíteni nekem a idegen szavakban, meg néha anya. I said, how are you this morning? És végül jöjjenek az eredmények.
Harmadik, negyedik osztályos kategóriában, versmondásban, két tannyelvű iskolák között első helyezést ért el Pálóci Borbála, az Ebesi Arany János magyar-angol két tanítási nyelvű általános és alapfokú művészeti iskola tanulója, második lett Palcsó Hédi, szintén Ebesről, harmadik helyezett lett Bíró Janka, a Gönczi Pál sport és két tanítási nyelvű általános iskolából. Normál tantervű diákok közül versmondásban első helyezett lett Miklós Anikó, a Pávai Vajna Ferenc általános iskolából, második lett Péter Krisztina, a Bárdos Lajos általános iskolából, és harmadik helyezést ért el Bíró Sándor, szintén a Pávaiból. 5.-6. osztályos kategóriában két tannyelvűek közül mesemondásban első helyezést ért el Forgó Viktória Ebesről, második helyezést ért el Nagy Klaudia szintén Ebesről, és harmadik lett Kovács Anna szintén Ebesről. Két tanítási nyelvű általános iskolások közül versmondásban első helyezést ért el Okváth Hédi, a Tököli Imre két tanítási nyelvű általános iskolából, második lett Császi Tamás a Gönciből, harmadik helyezést ért el Munkácsi Marcell a Gönciből. Normál tantervű általános iskolások közül versmondásban első lett Olá Dóra a Bárdosból, második helyezést ért el Györgyi Norbert a Pávaiból, és harmadik lett Erdei Hanna, szintén a Pávaiból. Gratulálunk!